A Varró utcai lovagudvarban tartották meg október 20-án a Magyar Nemzetőrség szokásos állománygyűlését. Az estházi asszony a Kovács Szilvia alpolgármester volt. A nemzetőrök és az 1956-os Vitézi Lovagrend Világszövetsége tagjai minden évben ünnepséget tartanak és megemlékeznek az 56-os forradalom eseményeiről. Így lesz ez a mai estén is, amikor is az 56. évfordulót ünnepeljük meg. Az est nem csak állománygyűlés, hanem ünnepség is volt. A nemzetőrök 1956 emléke előtt tisztelegtek. Én először is köszöntöm a megjelenteket, illetve akik távollétükben üdvözlik a rendezvényt, átadom ezeket az üdvözleteket, hiszen sok olyan idős nemzetőr van, aki már egészségi állapota folytán sajnos nem tud részt venni ezen a rendezvényen, és ezt követően elkezdődik az estnek a eseménye. Köszöntők következnek, ünnepi beszédek következnek. Én a magam részéről rövid leszek, hiszen én a háziasszonya vagyok a rendezvénynek, de mindenképpen nagyon fontos számunkra, hogy ahogyan 1848-49-es szabadságharcunk, úgy az 1956-os forradalmunk is olyan üzeneteket és olyan gondolatokat hoztak és tartanak ébren, amik most is aktuálisak, és úgy gondolom, hogy azok az eszmék, amiket akkoriban elődeink letettek, és próbáltak elérni kitűzött célként kiharcolni, azok a mai napon is nagyon aktuálisak, és nekünk feladatot adnak, hogy ehhez méltóan rendezők és szervezők irányítsuk életünket. Az est folyamán nemzetőri igazolványokat fognak még átadni, a bajtársak, illetve kinevezések és ilyenkor kitüntetések, jutalmak átadására is sor kerül. Ma már nem ritkaság, hogy a történelmi eseményekről kisebb közösségek is megemlékeznek. Nagyon fontosnak is tartom, hiszen ezek mindig személyesebbek, belsőségesebbek, és itt is az est folyamán például lesz olyan pontja a programunknak, amikor saját 1956-os élményeket, illetve élményeket, visszaemlékezéseket fogunk hallani. Én úgy gondolom, hogy ezek mindig nagyon nagy tanulsággal lehetnek a mostani és az elkövetkezendő nemzedék számára is. Az est folyamán a történész megemlékezése mellett szemtanú visszaemlékezését is hallhatták a jelenlévők, és kitüntetések átadására is sor került.